Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a mai napon is. Külön köszöntöm előadónkat, dr. Varga László egyetemi docens urat, aki immár harmadik alkalommal tesz eleget meghívásunknak. Először egy évvel ezelőtt a tavaszi szemeszter első előadójaként arról mesélt, mit is illik tudni az unokákról. Aztán az elmúlt év őszi fél évének záró előadója volt, akkor az érzelmek szerepéről mondott nekünk sok érdekes információt, és bizonyára emlékeznek a kedves, könnyeket előcsalogató történetre is, mert az előadás végén hallhattunk Lászlótól. László a Soproni Egyetem Benedek Elek pedagógiai karának dékánya, aki számos hazai és nemzetközi konferencián vesz részt, sok-sok kutatás aktív tagja. Több tucat tanulmánya jelent meg folyóiratokban, tanulmánykötetekben. Tartott előadást vendégtanárként Tájföldön, de járt az Egyesült Államokban, Cipruson, Nagy-Britanniában, Romániában, Spanyolországban, Szerbiában, Szlovákiában és Törökországban, valamint tanulmány úton volt Izlandon is. László mai előadásának címe az ember társas lény. Kérem, fogadják sok szeretettel, dr. Varga László docens urat. Szép jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, és nagy örömömre szolgál, hogy ismét itt állhatok Önök előtt. Úgy látszik, hogy ez a hármas szám, ez bűvös, tehát nem akarta a technika, hogy elinduljon az előadás, de hála Isten az előadás a fejemben van, úgyhogy az sem lett volna baj, hogyha a technika megtéfál bennünket. Kedves közönség, kedves hölgyeim és uraim, a téma rendkívül érdekes. Azon gondolkodtam, mikor készültem a mai előadásra, hogy tegyek-e kérdőjelet az előadásom címének végére, az embertársas lény. Ugye, fölvisszük a hangot. És jogos a kérdés, mert hogy nagyon úgy néz ki, ha körülnézünk ebben a mai világban, amit talán a gyerekektől, meg az unokáktól már hallották ezt, hogy digi világ, ugye, minden körülöttünk digitális. Okostelefon, pötyögnek a gyerekek, múltkor utaztam autóbuszon, és azt megelőzően ültem egy váróteremben, elég hűvös idő volt, beültem, hát körülnéztem, körülöttem ült 30 ember, abból kettővel tudtam szemkontaktust teremteni. Mindenki lehajol és ketyerézik, kütyürézik, és hát a sors szomorúsága, hogy az a két ember, akikkel szemkontaktust tudtam teremteni, azok férfiak voltak. Sokkal jobban örültem volna, ha hölgyekkel tudom ugyanezt tenni, hogy tudtam volna kacsintani egymással, esetleg el tudtunk volna kezdeni beszélgetni. Az időjárásról, a világ folyásáról, a világ nagy dolgairól, de hát látjuk, hogy bezárkózunk. Nem vagyok abszolút ellene a digitalizációnak, nagyon-nagyon sokat segíti a mai életünket, munkánkat. Néha még el is csodálkozom, hogy mennyire kényelmessé teszi az életünket bizonyos területeken, de azért ennek megvannak a veszélyei is a digitális világnak. Talán már az elmúlt alkalommal, amikor az érzelmekről beszéltem, akkor beszéltem az érzelmek elsivárosodásáról, és többek között a túlzásba vitt internethasználat, tévénézés bizony-bizony romboló hatású is lehet. Meg kellene találnunk, mint minden más területen az összhangot, az egészséges mértéket. Nekem a mérték az, amivel probléma van. Nem tudjuk a mértéket betartani. Emlékeznek, mikor megvettük az első munkácsi vagy Duna fekete-fehér tévét, és hetente egyszer volt adásnap, és a fél falu meg a fél város ott ült a mi szobánkba, és együtt néztük a tévét, és milyen jó volt együtt tévét nézni.
Hát az én nagypapám egy fölműves ember volt, de nagyon szorgalmas volt, és a faluban talán ő volt a második vagy harmadik ember, akinek tévéje volt. Az első az a pártitkáró természetesen. És nagypapa meg is kérdezte tőlem, drága Lacikám, hogy fértek bele ebbe kis dobozba ezek az emberek? És hogyan jönnek majd onnan ki, ugye? Tehát, hogy ez egy hatalmas csoda volt az 50-es években, és a televízió nagyon-nagyon megváltoztatta az emberek életét. Miért változtatta meg? Azért, mert onnantól kezdve előtérbe került a képi információ. És ha most ugorok egy nagyot, és na, önök is szembesültek biztos vele, hogy a mai kölkök nem akarnak olvasni. Olyan nehéz azzal a kötelező olvasmánnyal is megbírkózni, sőt, most már piacra dobnak ilyen könnyített kötelező olvasmányokat, egri csillagú 20 oldalba, de már se olvassák el. Nincs hozzájuk, nincs türelmük hozzá. Azért nem olvassák el, tisztelt hölgyeim és uraim, mert a mai gyerekeknek a fehér alapon fekete betű már nem inger, nem köti le őket. De nem ők tehetnek ám róla, ők már ilyen világba születtek bele, mások az agytekervényeik, másképp, ugye, mert hogy az emberi agy alkalmazkodó képes, alkalmazkodik ahhoz a világhoz, amelyben élünk. És panaszkodnak a tanárok általános iskolában, középiskolában, hogy a gyerekek nem olvasnak, nincs egyfajta olvasási műveltségük. Emlékeznek rá, milyen nagyszerű volt elolvasni a Légy jó, mint halálig ott, vagy bármelyik Jókait, bármelyik regényét mondhatnám, és miközben olvastuk, elképzeltük a szereplőket, ugye? Ugye az egri csillagok is azzal kezdődik, hogy a patakban két gyerek felül, ugye a Vicuska, és a másikat, hogy hívták? A Gergő, persze, így van. A Kovács István színész személyesítette meg. És végigolvastuk, mintha előttünk ment volna, előttünk jelent volna meg Dobó István, ugye, és akkor egyszer csak a 70-es évek elején Várkonyi Zoltán, mint nagyon sok más gyönyörű regény filmre vitte, és amikor én először láttam a Kőszívű ember fiait, vagy az egri csillagokat, azt mondtam, hogy én nem is ilyennek képzeltem el. Mert hogy elképzeltük, és ezt ugye ez a kulcsszó, elképzeltük. Dolgozott az agyunk, a fantáziánk. Ma a tévénézés sok mindent megmozgat, csak éppen a gyerekek gondolkodását nem. Ugyanis, miről van szó? Ez olyan, mint a mikrós készétel, a gyerek készen kapja az információt. És mivel az agy alkalmazkodó képes, a gyerekeknek ez nagyon tetszik. Köszönjük szépen, nem kell gondolkodni, csak bámulni kell, nézni. Ugye ezt mondjuk is elég gyakran, hogy ez az amerikai effektus, hiszen a televízió ugye az Egyesült Államokban jelent meg az 50-es években, és rögtön odaült az amerikai polgár a tévé elé. Mondok egy szomorú adatot, ma egy átlag amerikai polgár naponta 7-8 órát ül a tévé előtt. Tehát gyakorlatilag hazamegy a munkából, oda veszi maga elé a patogatott kukoricát, meg a hamburgert, és teljesen mindegy, mi megy a tévébe, nézi. És az óriási veszély. Már csak azért is, mert talán meséltem önöknek arról, hogy a gyerekeink az első 8 évben, most mondok egy modern szót, de biztos, hogy érteni fogják, szkennelik a világot. Tehát másolnak bennünket, mint ahogy beszkenneljük a fénymásoló papírba a szemigazolványunkat, ugye digitalizáljuk, ugyanígy a gyermeki agy beszkennel mindent, ami körülötte van. És szegény gyerekek azt hiszik, hogy amit az apa csinál, az jó, az úgy van rendjén. Nagyon szomorú, de már Magyarországon is sajnos óvodában megjelent a szexuális bántalmazás. Miért? Mert a gyerekeink egy kontroll nélküli, ellenőrizetlen világban nőnek fel. Addig, amíg az én nagypapám és dédnagymamám ott ültek mellettem, a bubos kemence mellett is meséltek, most azt mondjuk a gyereknek, menj be a szobába.
Ugye mondjuk is, hogy ma az ideális gyermek a felszívódni képes gyerek, csak ne zavarjon bennünket. Rohadtul zavarnak a gyerekek bennünket. Csak azt nem tudom, hogy akkor miért az a gyerek, az zavar. Ha meg ott van, akkor figyelj oda rá, mert rendkívül nagy a felelősség. Szóval azért kezdtem el ezzel a tévével, mert tulajdonképpen a tévé az, ami az emberiség történelmét, az emberek életmódját nagyon megváltoztatta. Mondom, én még a 60-as években egy pici faluban nőttem fel, és nálunk még volt olyan, hogy tengeri hántás, kukoricafosztás, közös éneklés, úrnapi körmenet, mentünk mendikálni, stb. Mi a lényeg ennek? Én közösségben nőttem fel. Azt mondják, hogy sokat tudok beszélni. Valószínű, lehet, hogy túl sokat is, feleségemet kérdezzék. Valószínű, hogy gyermekkoromban kaptam rengeteg impulzust, mert mindig odafigyeltem arra, hogy a mamáik, a papáik miről beszélgetnek. Ugye a gyerekek mindig érdekli a felnőttek világ és a felnőttek. És hála jó Istennek, engem nem küldtek ki, mindig ott voltam, még arra is emlékszem, hogy mindig tréfálkoztak egymással, viccelődtek egymással, humorizáltak, ugye szoktuk ezt mondani. Most kezdem megérteni ezeket a dolgokat, hogy azt meg miért tették. Vittük a dédi mamámmal az aratóknak a vizet a tarlón, a friss vizet meg az edédet, és a dédi mamám, aki 102 évet élt, Isten nyugosztalja, mindig mesélt meg, énekelt nekem. És emlékszem rá, amikor arattak a nagypapáik, akkor is mindig valakit kibécéztek, és így tréfálkoztak, és szekálták, és egymást, ugye? Miért? Mert a nevetés, a jókedv, a humor segíti a legnehezebb helyzetekben is a túlélést. Érezték, hogy az jó nekik. Tehát én egy ilyen közegben nőttem fel, ahol közösségekben nőttem fel, kaptam mintákat. Kaptam fogódzókat. Aztán nem tudom, szabad-e ilyenről beszélni, hogy iskolában kisdobos lettem. Én nem szégyellem, megmondom önöknek. Úttörő is voltam. Hát mentünk a Bakonyba, vittük a bográcsot, énekeltük a mintamókus fenn a fán, az úttörő, hogy vidám. És számháborúztunk, bujócskáztunk, játszottunk, fűzfacsíkot fújtunk. Ott csattant el az első csók, egy Zsuzsi nevű lányt megcsókoltam. Akkor a pofont adott, háromszor megkerültem a tölgyfát. Tehát, hogy itt is mi a lényeg? Teljesen mindegy, hogy ezt most minek hívjuk, hogy cserkészetnek vagy úttörőnek. Közösségekben voltunk. Együtt voltunk. Az együttlét örömét nap mint nap átéltük. Kérdezem én, az a gyerek, aki lóg a neten, vagy a mobiltelefonján, napi 8 órát, az mit ér át? Milyen örömöt? Hát, ugye ezek ilyen virtuális kapcsolatok, hogy azt szokták mondani, hogy közösségi média. Hát ez éppen nem az. Nem pótolja a közösséget, sőt, semmiféle közösségpótló szerepe nincs a Facebooknak, meg ezeknek a különbözőknek. Még egyszer mondom, nem vagyok ellene, csak hát attól félek, hogy a gyerekeink már nem ismerik azt, hogy mi az, hogy jó levegő, meg hegyet mászni, meg fára mászni, meg a góréba fölmenni a kukoricára, meg a pajtába a szalma tetejéről lecsúszni. Ugye? Hogy ezek a kalandok tettek nagyjá lennünket. És hogy ez az egész világ eldigitalizálódik, és közben teljesen el is sivárosodik. És én megmondom őszintén, hogy nagyon aggódom emiatt, hogy hát ilyen világban kell élni. A dia nem is érdekes, inkább az, hogy arra szeretném felhívni a figyelmünket, hogy sokáig azt hittük, hogy majd a tudás, az iskolába járás az alapvetően megváltoztatja az életünket. Ugye az ókorban, a középkorban ugye a barbár népek ölték, öldökölték egymást, lóhátból döfködték egymást, háborúztak. Akkor azt mondták az egyházfiak, a tudósok, a filozófusok, majd a tanulás, majd a tudás felemeli az embert, és amikor már majd mindenki hozzájut a tudáshoz, akkor már béke lesz a Földön.
Hát kérdezem én. Hát most már majdnem mindenki tanul, ugye beszélünk a kötelezettségi korról, sőt a szülőt megbüntetik, ha a gyerek nem jár iskolába, most már az óvoda is kötelező 3 éves kortól. Kérdezem én, jobb ez a világ? Jó irányba megyünk? Tehát, hogy ez, amit áttélünk, az agresszivitás, az alkoholizmus, a brutalitás, a bántalmazás, de nem csak a testi, hanem a lelki bántalmazás, ami sajnos már az iskolában is felütötte a fejét. Mi, a fiúk az iskolában harcoltunk, de ez ilyen emberi harc volt a lányok kegyeiért. De ami most megy az iskolában, sok helyen, az már a brutalitás és az embertelenség magas foka. Ez meg azért van, mert a gyerekek akciófilmeken nőnek fel. És ez rombolja a személyiségüket. Azt gondolom, hogyha most itt állna vagy ülne egy pszichológus kolléga terembe megerősíteni azt, amit mondok, tehát, hogy a brutalitás, a vandalizmus, a narkománia, a gyűlölet, a kirekesztés, ez korunk népbetegsége, és kérdezem én, miért, hiszen már annyi tanult ember él a Földön. Hát ez azért van, kedves hölgyeim és uraim, mert rá kell jönnünk, és valljuk be őszintén, hogy az életünk minősége, hogy egy szép, békés világban éljünk, ez valószínű nem az IQ, a tudás, hát széles körű elterjedésével lenne magyarázható, hanem inkább az erkölcs. Vissza kellene hozni az erkölcstant nem csak egyházi iskolában, hanem az állami intézményekben is, mert a gyerekek sok mindenről hallnak az iskolában, csak a mértékletes életről, a tisztességről, a felebaráti szeretetről, a toleranciáról, a türelemről, a segítőkészségről, az alázatról, az áldozathozatalról. Erről nem nagyon hallanak. Teletömjük a fejüket mindenféle elnézést, periódusos rendszerrel, Pitagorasz tétel, fölnőnek és bénakacsák lesznek. Mert lehet, hogy rengeteg információ van a fejükben, de az életüket nem tudják jól élni, mert nem kapnak mintákat. Én bevezetném azt a tantárgyat, hogy hogyan éljünk okosan, hogyan szervezzük meg az életünket. Mit jelent az, hogy bölcsesség? Szóval, hát igen, az ember társaság. És ha okosak akarunk lenni, akkor a társas kapcsolatainkat megerősítjük, megkongatjuk a vészharangot oktatási intézményekben, iskolákban, családi fronton. Én azt gondolom, hogy bármikor lehet az ember életét normalizálni. Mindenkinek az életében vannak hullámhegyek, hullámvölgyek. Hallottam már olyat, hogy egy ember egyszer itt eldöntötte, hogy változni akar, és sikerült neki. Biztos vagyok benne, hogy le lehet szokni a dohányzásról, le lehet szokni a trágárbeszédről, az alkoholfogyasztásról, persze teljes mértékben nem érdemes, uraim, de mindent mértékkel, és ez így működik a világ, mértéktelenül nem érhetjük az életünket, mert abból testi-lelki problémák lesznek. Mindent mértékkel, a számítógépet is mértékkel. Na most, ha az 50-es években a tévé ilyen borzasztóan megváltoztatta az életünket, egyébként nagyon érdekes, képzeljék el, hogy a tévé elterjedésével nőtt meg például Amerikában a túlsúlyos emberek populációja. Mert amíg önök rohangáltak a patakparton, és kergették a fiúkat, vagy fordítva, addig ma a gyerekek ülnek a kényelmes fotelben. Jó, hát a mai gyerekeket meg ugye a gerinc problémán. Tehát 10 éves gyerek és már gerincfertőzése van, gerincbántalmai vannak. Hát mert az iskolában is ott ül 8 órát, meg utána még a gép előtt is ott ül 8 órát, ugye? Hallottam olyat, hogy az anyuka beviszi a gyereknek a vacsorát táncán a szobájába, nehogy ki kelljen jönni a drága gyereknek, ugye? Szegény kicsi, hát ugye egy 10 percre kijön, és mondjuk esetleg vacsora közben elkezdenének ugye beszélgetni a szülőkkel, hát milyen nagy probléma lenne ugye ebből. Tehát én megmondom őszintén, hogy egy picit a szülőket is hibáztatnám,
azt látom a környezetemben, persze ebből nem szeretnék általánosítani, hogy sokszor a szülők nem tudnak következetesek lenni. A gyerekek meg nagyon rafináltak. Ha az anyu megtiltja, megyek apához. És egy kislány csak ránéz az apjára, az apjáról van, és igent mond neki, ugye? Vagy fordítva. Tehát, hogy azért a gyerek érdekében azért át kellene gondolnunk azt, hogy mit engedünk meg a gyerekeinknek, és mit nem engedünk meg nekik. Úgyhogy visszatérve a diára, tehát én egy erkölcsalapú társadalomban tudok hinni, a hitben és az erkölcsben, a hitben önmagunkban, hit tekintetében azt gondolom, hogy lehetne ez egy külön előadás témája. Ugye szoktuk mondani, hogy hiszek a társamban, a feleségemben, a gyerekeimben, a munkatársaimban. Tehát a hit az azt gondolom, hogy egy nagyon fontos tényező az életünkben. Hinni kell, hiszek a Jóistenben, hiszek egy békében, egy szerethető világ felépítésében, csak hát tudják, a körülmények néha ebbe beleszólnak, és nem mindig engedik azt, hogy az ember jó úton járjon, mert hogy ez a 21. század, ez a harmadik évezred, hát ez egy nagyon-nagyon fenekestől felborított, ha kezdhet vissza a világ, amiben hát az én generációm vagy a nálam idősebbek azt gondolom, hogy csak kapkodják a fejüket, hogy Jézus Máriám, és lehet ezt még fokozni, ugye? Szoktuk kérdezni. Engedjenek meg egy nagyon rövid kitérőt. Két héttel ezelőtt meglátogattam Sopronban egy volt kolléganőmet, aki nálunk a Benedek Elek pedagógiai karon tanított. Olgi néninek hívják, és elmentem hozzá születésnapjára egy nagy csokor virággal, egy tábla csokoládéval és egy nagyon szép díszoklevéllel. Olgi néni 1914. január 25-én született. Tehát gyakorlatilag az első világháború kitörésének évében. Jól van. Ül a karosszékébe, minden tanítványára emlékszik. Másfél órát beszélgettünk Olgi nénivel. Egy olyan élmény volt nekem, hogy azóta is libabőrös vagyok, amikor erről beszélek. Lánya unokái, dédunokái körében él. Kérdeztem tőle, ugye szokták mondani, hogy mi a hosszú élet titka, ilyenkor meg szokták kérdezni. Nekem nem kellett megkérdezni, annyit mondott Olgi néni, hogy a család és a volt tanítványok megtartó szeretete az, ami még mindig élteti. Olyan alázattal és szeretettel beszélt az életről, és hogy ez egy nagy kegyelem és egy nagy ajándék, hogy ő 105 éves, és még teljes mértékben elmével éli meg a mindennapjait. Zenét hallgat. Hát az olvasás már nagyon nehezen megy. De mondok valamit. Az egyik külföldön élő dédunokájával e-mailezik. Egyébként képzeljük el, egészségtan tanított az egyetemen. Hát, komolyan vette, amit mondott, amit tanított, ugye? És csak azért hoztam Olgi nénit ide, mert ő mondta nekem, hogy hát ugye 1914 jött a Trianon, Erdélybe született, édesapja tanító volt, hazát kellett váltani. Aztán jöttek a kitelepítések. Jött az első világháború, két világháború közötti válság, gazdasági válság, szegénység, második világháború 56, és még mindig itt van. Mindig mondjuk, hogy olyan stresszes ez a világ, ugye ma mindenki beszedi a tablettákat, meg a bogyókat, meg mit tudom én. Ugye a reklámokról legutóbb beszéltem önöknek, és a reklámok hatásáról. Kérdeztem Olgi nénit, hogy a nehéz időszakban mit szeret? Azt mondta, hogy semmit, egyszerűen szerettük egymást, és odafigyeltünk egymásra. Társas lény belekapaszkodott a barátokba, a szeretteibe, és azt mondta, hogy nem volt olyan nehéz helyzet, amit ne lehetett volna megoldani. És arra meg külön büszke, hogy egy olyan korszakban élt, ugye gyakorlatilag végigélte a 20. századot, meg ugye most már ugye bele élt a 21. században, és még mindig tud a dédunokákkal is beszélgetni, van téma.
egyszerűen csak elkezdi mesélni az életét. Hát van még ugye 105 évet elmesélni a dédunokáknak. Na és azt mondja Ógi néni, hogy dékán úr, a fülemben hallom a libattoll sercegését, mikor belemártottuk a tintás üvegbe és a papíron, amíg öntött papíron, ahogy írtuk a betűket. És előttem van a palatábla, a palavessző, aztán jött az írka, és most itt a számítógép. Hogy ez is megadatott neki ezt is átélni, hogy milyen gyönyörű életpálya és életút ez. És amikor eljöttem a másfél órás beszélgetésből, hazáig azon gondolkodtam, hogy Istenem, milyen egyszerű dolog is ez. Egyszerűen csak szeretetben kell élni önmagunkkal, meg a másik emberrel, meg a teremtett világgal természetesen. És akkor talán mindenkinek sikerül egy harmóniát felépítenie önmagában is, meg a külső világ felé is. Hát itt hozom a dián, hogy azért megváltozott a helyzet, ugye mindig is kérdezik, hogy egyéni nevelés vagy közösségi nevelés. Ugye ez állandó kérdés. Miért kérdés ez? Azért kérdés, mert az ember kettős természetű. És mondok egy csúnya szót, amit a hallgatóknak az egyetemen szoktam mondani, az ember individuum, egyedi, megismételhetetlen. Ugye tudják, hogy Kovács Pistikéből egy darab van a világban, abból a Kovács Pistikéből, akinek az új lenyomata teljesen egyedi, az írisze teljesen egyedi, a világa, a gondolkodása, az élete teljesen egyedi. Ebből a szempontból nincs két egyforma ember a Földön. Mindenki egy egyéniség. Viszont vannak emberek, akiknek vannak közös tulajdonságaik. Ezeket a pszichológia szépen leírja, azt mondják, hogy befele forduló típusú, magányos farkas, humoros, szomorkás, melankolikus, félős, ugye? Ez szépen a pszichológia, a személyiség pszichológia foglalkozik ezzel, hogy hát vannak az embereknek közös tulajdonságai. És az ember egyén is, biológiai lény. Ebből a szempontból mi itt a teremben mindannyian egyformák vagyunk. Mert jó esetben a két fülünk között van a fejünk, mindenki normális esetben ugye négy végtaggal rendelkezik, szív pumpálja a vért az erekben. Tehát ebből a szempontból teljesen egyforma a Földön élő összes ember. De ezzel mi pedagógusok nem foglalkozunk. Ezzel az anatómia foglalkozik, az egészségtudomány. Viszont az, hogy vannak hasonló tulajdonságú emberek, meg hogy van a Pistike, akiből a világon még egy nincs, és ott ül az óvodában, meg az iskolában, meg a családban, ezt nekünk nagyon nagyra kell értékelni, és ez nagyon fontos dolog. Volt egy pszichológus, Olpornak hívták, és ő így fogalmaz. Minden ember olyan, mint minden más ember. Amit az előbb mondtam, biológiai lények vagyunk. Minden ember olyan, mint néhány más ember, vagyis vannak, lehetnek közös tulajdonságai, és ami most jön, minden ember olyan, mint senki más. Egyedi és megismételhetetlen. Mi a mi feladatunk? Az, hogy a megszületett Kovács Pistike bejárja a saját életútját. Minden embernek vannak egyéni céljai, egyéni álmai, vágyai, elképzelései, akarata. Én orvos akarok lenni, én tűzoltó, én vadakat terelő juhász, én űrhajós. Ebben segítenünk kell a gyerekeinket, hogy az álmaikat, az egyéni álmaikat megvalósítsák. De az ember nem csak individuum, hanem társas lény, közösségi lény. Magyarul különböző csoportoknak vagyunk a tagjai. Család, munkahely, óvodai csoport, iskolai osztály, munkahely, stb. Stb. Az egy templomba járó hívők gyülekezete, a nyugdíjas egyetem hallgatói. Ez is egy csoport, egy közösség. Úgy kell élnünk az életünket, és ez egy egyensúlyozás. Az egész életünket végig kíséri ez az egyensúlyozás, hogy
meg tudjam valósítani saját álmaimat is, de jó anya legyek, jó apa legyek, jó testvér legyek, jó keresztapa legyek, tehát, hogy a közösségeimnek is tudjak élni, tegyek valamit le a közös asztalra. Mindkettő, ha szélsőségesen nézzük, akkor baj lehet. Mi van akkor, ha túlzásra visszük a közösségit? Hát ez volt a szocialista pedagógia. Közösségben közösség által minden a közösségről szólt. Ez azért nem jó, mert akkor az ember egyszer csak azt vesz észre magán, hogy áldozat. Nem kell mindent feláldozni a közösség oltárán. Én azt szoktam mondani egy 4 gyerekes édesanyának is, hogy azért közben éld a saját életedet is. Nincs szükség mártírokra. Egy életed van. Legyen az boldog. A legszebb hivatás az anyai hivatás, de az időkeretét nem lehet visszaforgatni. Éld okosan az életedet. A másik, hogy megvalósítani az egyéni álmokat, ugye? Ha ezt visszük túlzásba, a te, az én, az én, az én, csak erről szól a dolog, és nincs ott a mi. Ugye az emberek van egy én tudata, meg van egy mi tudatunk. Az én tudat az rólam szól, a mi tudat meg rólunk szól. Vannak gyerekek, akikbe bele táplálja a világ, meg a média, meg a internet, hogy csak te számítasz. Bizonyára hallják, hogy nincs olyan fél év, hogy Amerikában egy gyerek egy iskolába ne venné elő az apja fegyverét, és ne nyílnák ki a féltartestületet. Sajnos Amerikára, én megjártam Amerikát, nem akarok általánosítani, de nagyon erős ez a Pisti, Johnny, valósítsd meg önmagadat, ez a legfontosabb. Ez fontos, hogy megvalósítsd önmagadat, de a másikat nem kell eltaposni. Nem kell keresztül menni rajta. Tehát a szélsőséges egyéni nevelés sem jó, de a szélsőségesen közösség is sem jó. Még egyszer mondom, áldozatokra nincsen szükség. Lehetünk-e sikeresek egyedül? Hát nem. Amit eddig elmondtam, ez mind azt támasztja alá, hogy az ember egyedül kevés, kicsi, gyenge, porszem, máknyi. Én is dékánként, ugye ez egy nagyon szép pozíció, egy egyetemi kar dékánya lenni, de megmondom önöknek őszintén, én egy darab fogaskerék vagyok a rendszerben. És mellettem még működik 50-60-70 fogaskerék, amitől működik az intézményünk, tanítjuk a hallgatókat, akik fantasztikus óvodapedagógusok lesznek, tanárok lesznek, kiváló szakemberek lesznek, de ebben én magam is egy csepp vagyok. De persze cseppekből áll a tenger, ugye? Ezt is tudni kell. Tehát, hogy nem lehetünk sikeresek egyedül. Csapatmunka. Amióta ember az ember, a csapatmunka mindig a legeredményesebb. Tudják, miért csapatmunka? Mert van egy mondás. Mindenki tud valamit, de senki nem tud mindent. Ugye? Nem emlékszem rá megint a régi paraszti világ, még szalmával perzselték a nagypapáék a disznót, és akkor mindenkinek meg volt a feladata. Nem mondták a nagymamának, hogy keverje meg a véres kurkába valót, de nem tudta. Meg volt a családban a feladat, aki ezt nagyon jól meg tudta csinálni. És még sorolhatnám. Munka megosztás. Erről szól az életünk. Tehát egyedül, hosszú távon nem lehetünk sikeresek. Persze, időnként ne tessenek elkeseredni, ha úgy érzik, hogy magányra vágynak. Egy könyvvel hátra akarnak vonulni, beülni egy karosszékbe, vagy elolvasni néhány szép verset. Ezzel semmi probléma nincsen, de hát ugye Robinson Crusoe esetét ismerve, ugye magányosan, hosszú távon azt gondolom, hogy nincs értelme az életünknek. Médiáról beszéltem, ennek a médiának a problémáiról, elmagányosodás. Olyan érdekes, komoly kutatásokat végeztek tudósok arról, hogy hát vajon a 21. századi ember elmagányosodik-e?
És ugye azt mondták, hogy valószínű, hogy nem, mert egyre több ember él a Földön, és mondjuk ilyen tömegekben, egy városban, egy 10 milliós nagyvárosban, vagy én voltam Tájföldön, Bangkok 18 milliós nagyváros, ott nem lehet elmagányosodni. Képzeljük el, pont fordítva van. A legnagyobb tömegben lehet az ember leginkább magányos. A legnagyobb tömegben. A városias életforma az, ami tulajdonképpen az embereket elkezdte elmagányosodni, elmagányosítani, visszavonulunk, bemegyünk, bezárkozunk a szobánkba, és sajnos a digitalizáció, amiről az előbb beszéltem, a számítógép, a tévé ezt támogatja. Úgyhogy én boldog vagyok, amikor ilyeneket látok, hogy nyugdíjas egyetem, énekkar, kórusok, mikor a hallgatók is összeállnak és valamit csinálnak, valami értelmesebb, valami okosabb, mert az együttlét és az együttlét ül. Kibontakozó öröm, boldogság, azt gondolom, hogy hát mindent felettet, még a legnagyobb szomorúságot is. És sajnos képzeljék el, hogy már óvodáskorban kimutatható az elmagányosodás. Már óvodáskorban. Magukra vannak hagyva a gyerekek. Nincsenek beszélgetések. Ugye emlékeznek rá, ezt már elmondtam önöknek, hogy a nevelés, a jó pedagógia, most én a szülőket is pedagógusnak tekintem, nem pénz kérdése, hanem idő kérdése. Van-e időnk egymásra, van-e időnk a gyerekeinkre? Én azt gondolom, hogy legyen. Tehát az ember társas lény, beszélünk ilyen, hogy társas intelligencia, magunkhoz kell vonzani az embereket. Ez sem biztos, hogy iskolába tanítják el meg, hogy ki az, aki szeret középpontba lenni, ki az, aki szeret hát, irányítani, vezetni, ugye. Vannak olyan hallgatók, akikre azt szoktam mondani, hogy a Jóisten is pedagógusnak teremtett, mert látom az óvodában egyszerűen csüngenek a gyerekek, a hallgatók egy részén van, aki azért még félénkebb, de bízom benne, hogy majd megerősödik. Igen, tehát, hogy magunkhoz kell vonzani a másik embert. Ez egy ilyen, hogy mondjam, embermágnes küldetés, tehát, hogy mágneseknek kell lenni. Sokkal szebb így a világ, ha vonzunk, és nem taszítunk, mert ugye a mágnesnek a másik pólusa meg ugye taszít, és én azt gondolom, hogy ez nem jó dolog, ha taszítjuk egymást. Azt is tudni kell, ha társas lényről beszélünk, hogy az ember társas lény, hogy azért vannak aranyszabályok. Ember-ember kapcsolat, mindig azt mondtam, két élő kard. Mit jelent ez? Jótékony hatással is lehetünk egymásra, de egy életre megkeseríthetjük egymás életét. Tehát, hogy amikor azt érzi már egy ifjú pár, hogy már kezdődő gyomorfekély, vagy egy két ember egy munkahelyen, magas vérnyomás, ugye kaphatunk ilyet, nem belülről, hanem kívülről, ugye, kollégáinktól nagy szeretettel kezdődő magas vérnyomás, cukorbaj, és a többi. Ugye tudjuk, hogy ezeknek a szomatikus testi megbetegedéseknek nagyon sokszor lelki eredete van. Egy nem jó kapcsolat, egy nem jó működő kapcsolat. Múltkor megkérdezték tőlem a hallgatók, hogy tanár úr, mi a véleménye a válásról? Ugye Magyarországon sajnos ebben megint jók vagyunk, bárcsak ne ezekben dolgokban lennénk jók. Most a statisztika azt mutatja, hogy minden második házasság válással végződik, és ugye ezt általában a férj meg a feleség is megszenvedik, de ha van gyerek, a gyerekek szenvedik meg a legjobban, mert tehetetlenek. Ők inkább összetartanák a szülőket, mert apa is fontos, anya is fontos, és hát ez nagyon-nagyon roncsolja a gyerekek idegrendszerét, személyiségét, és általában a válófélben lévő család, hogy mondjam, tehát a válófélben lévő családok gyermekeiről az iskolában, az óvodában észrevenni, meg sem kell a gyereknek szólalni, tanítónéni, óvónéni észrevesz, hogy valami gond van otthon, mert a gyerek az otthoni dolgokat beviszi az intézménybe. És azt mondtam a hallgatóknak, hogy a válás az egy szükséges rossz, mert ha a menet közben kiderül, hogy nem működik ez a kapcsolat, meg kiderülhet, hát mégis nem, akkor inkább azt mondom, hogy békében, szeretetben váljunk el,
keressük a további boldogságot, de gyűlölni nem kell egymást, nincs értelme, már a gyerekeink érdekében sem, még akár találkozni is lehet, és össze lehet ülni, még szülinapozni is, nem kell egymás nyakába borulni, de ez még mindig jobb, mintha behagyjuk a fejünket egy olyan kapcsolatba, ami mérgező, és még 30 évet leélünk ebben a kapcsolatban. Arra mindenki rá fog menni. Tehát ennek így nagyon nincs értelme. Ha nem tudjuk a konfliktusainkat tisztázni, nem tudjuk megoldani, mindenki számára megfelelő módon, akkor inkább azt mondjuk, hogy külön kellene élni. Nagyon érdekes, hogy néhány gondolat, hogy milyen jellemző különböztetik meg az embert az állattól. Hát, hogyha kellő humorral éljük az életünket, akkor mondhatják azt, hogy hát tanárom, néha nem sok. Nem sok különbség van az ember és az állat között, míg a Béla bácsi, bocsánat, remélem, hogy nincs Béla bácsi, nincs, ugye? Nincs. Van. Mindegy, szóval amikor Béla bácsi kocsmából hazafele mászik, ugye akkor hát a varacskó tisztótól nem sok minden különbözteti meg, ugye? De alapvetően, ha megnézik, akkor a testtartás, a cselekvőképesség, a beszéd, a gondolkodás és a tanulási képesség az, ami tulajdonképpen megkülönböztet bennünket az állattól. Ebből az következik, hogy ha gondolkodunk, érzünk, létezünk, véleményünk van, képesek vagyunk a világ dolgaiba tevékenyen részt venni, akkor ebből az következik, hogy képesek vagyunk arra, hogy nevelődjünk, hogy neveljük a gyerekeinket, hogy tanuljunk, és hogy ezt a gyönyörű világot egyébként megismerjük, megértsük, és tulajdonképpen, ha egy picit úgy tetszik, akkor képesek legyünk uralkodni rajta. Az ember még attól is különbözik az állatvilágtól, hogy az ember nem ösztön lény. Persze az ösztönök bennünk is működnek, vannak olyan cselekvéseink, amelyek ösztönszerűek, tehát nem a tudatunk irányítja, hanem az ösztöneink. Szoktuk is mondani, hogy hát a fejem azt súgja, de az ösztöneim meg teljesen mást mondanak, ugye a megérzéseink, ugye nagyon sokszor ez egy dilemma, egy probléma megoldása kapcsán. Például ugye tudjuk, hogy a párzási ösztön, a szexuális ösztön az alapvetően ugye a faj fenntartását szolgálja, de az ösztönök önmagában nem elegendők az életünk fenntartásához. Volt egy kutató, egy holland zoológus, akit Nicolaas Tinbergennek hívnak, 1903-ban azt mondta, hogy az ember korlátozott ösztönnel rendelkezik. Magyarul az ösztöneink korlátozottak, hála jó Istennek, ugyanis úgy vagyunk összerakva, hogy az ember döntésképes. Az állatvilágra ez nem jellemző. Csak az emberi agy képes az ösztöneik felett például uralkodni, és megtalálni a lehető legjobb megoldást. Tehát ez jelenti a korlátozottság az ösztönök tekintetében. Ezért ez a zoológus az ember világra nyitott lénynek tekinti, tehát az ember választó lény. Nem csak hála jó Istennek az ösztönei hagyják. Képesek vagyunk uralni az életünket, mindennapjainkat, cselekedeteinket. Arnold Ehrennek ilyen mond, hogy az ember biológiailag hiányosan fejlett. De ez nagyon érdekes, mert azt gondolnánk, hogy mi vagyunk a legfejlettebbek. Nem. Mit jelent ez, hogy hiányosan fejlett az ember? Az állatok biológiailag valamilyen specialitással rendelkeznek, valamiben jók. A kutyák a szaglásban, a sas abban, hogy több száz méterről észreveszi a pockot a mezőn, vagy a majmok ugye a mászásban. Hadd kérdezzem meg, az ember születése napján miben jó? Semmiben. Hogy? Esetleg a sírásban, így van. De az a túléléshez nem elég. A túléléshez, a sírás, az oázás nem elég. Tehát értik, hogy miről van szó, hogy milyen érdekes, hogy biológiailag majd úgy vagyunk összerakva a természet csúcspontján, a homo sapiens,
hogy biológiailag igazából nincsenek különleges képességeink. Megkockáztatom, itt az egyik kutató írja is, hogy az ember egy éves korára érje biológiailag azt a fejlettséget, amit egy kutya, egy ló, egy kisboci egy hét alatt. Milyen érdekes. Egy év alatt jutunk el oda. Az ember pici baba korában nem képes önálló életre, nem lenne képes, ha nem táplálnánk, ha nem babusgatnánk, ha nem takarnánk be. Tehát gyakorlatilag a legkiszolgáltatottabbak vagyunk. Ha hiányosan vagyunk összerakva biológiailag, akkor miben vagyunk jók? Mert hál' Isten valamiben jók vagyunk, intellektuális képességekben. Az agyunk viszont megszületés után bámulatos gyorsasággal fejlődik. A kutyáé nem fejlődik ilyen gyorsan. A macskáé sem, a patkáé sem. Tehát azt is mondhatnám, hogy az egyik oldalról elvettek tőlünk, de a másik oldalon meg kaptunk valamit a teremtőtől, ami aztán kiemelt bennünket az állatvilágból. Tehát az intellektuális képességekben, a gondolkodásban, az érzelmeinkben, a szeretetben, hogy gondolkodunk, érzünk, vágyaink vannak, kreatívak vagyunk, tehetségesek vagyunk valamiben, tudunk írni, olvasni, beszélni, stb. Az ember tulajdonképpen akkor ebből következve mondhatjuk, hogy koraszülött, ugye mondja Portman, tehát fiziológiailag koraszülött, és ahogy írtam önöknek, a lovak meg a majmok 10 napos korukban sokkal nagyobb fejlettséget mutatnak, mint mondjuk a pici baba fél éves korában. Az ember tehetetlen tehát, biológiailag. Nem élne, lenne életképes az édesanyja gondoskodása nélkül, táplálás nélkül, takargatás nélkül, stb. Babusgatás nélkül. De ebben a tehetetlenségben van valami lehetőség, a rendkívüli tanulási képesség, amit mondtam az előbb, hogy viszont az idegrendszerünk bámulatos gyorsasággal fejlődik. És ebben a kötődésnek az első életévekben a társas kapcsolatoknak óriási szerepe van, tehát a gyermek abban a pillanatban beleszületik a legfontosabb és legszentebb közösségben a családba, hiszen a mai előadásom témája az ember társas lény. Attól a perctől kezdve ezt minden szülőnek nagyon-nagyon komolyan kell venni, hiszen a gyerek az első években, mint mondtam, szkennel, az első években máshol, az első években a szeretet által a kötődésekben él. Milyen érdekes ez a szeretet szó, ugye az érzelmekről már beszéltem, csak egy pillanatra adáljak meg. Erik Fromm a Szeretet művészete című könyvében azt írja, hogy a gyerek 8-10 éves koráig az ő számára a szeretet az azt jelenti, hogy őt szereti. És körülbelül 8-9-10 éves korban jön rá a gyermekember, hogy szeretetet ő is tud létrehozni a másikban. Ez egy fantasztikus élmény. És ezt önök velem együtt most úgy éljük át, hogy adni jobb, mint kapni. Ugye? Ez egy nagy fordulópont az életünkben, ez az általános iskola alsó-felső tagozata körüli 8-10 év, amikor megéljük azt, hogy tudunk szeretetet létrehozni, mivel a személyiségünkkel, és természetesen az idegrendszerünkkel. Ha megnézzük, hogy mennyire fontos ez az ember társas lény, akkor mondhatjuk azt is, hogy még a tudományokat is így gyártottuk le, hogy vannak a szellemtudományok, ami az egyes ember fejlődésével foglalkozik, és vannak a társadalomtudományok, amelyek azt írják le, hogy hogyan éljük az életünket a másik emberrel. Ilyen a pedagógia, a szociológia, a pszichológia, és sorolhatnám azokat a társadalmi területeket, amelyek az ember-ember kapcsolatról szólnak. Az ember csak gondolkodással élén képes arra, hogy saját magát értelmezze. És csak az ember képes rá. Csak az ember képes arra, hogy kimondja és átélje, hogy én. A
kutya nem tudja megkülönböztetni önmagát a környezetétől. Egyedül mi vagyunk képesek. Nekünk van én tudatunk. És természetesen mi tudatunk, hogyha jól éljük az életünket. Cogito ergo sum. Gondolkodom, tehát vagyok. Én nekem van ennek egy folytatása, ismerek néhány embert, aki non cogito mégis sum. Non cogito mégis sum. Vagy nem gondolkodik, mégis van. No. Vagy Kant, milyen szépen fogalmaz. Nézzék csak, a tény, hogy az ember az én fogalmát el tudja különböztetni, képzelni, el tudja képzelni, mi az, hogy én, ez emeli ki az embert a Földön élő, bármelyik élő lény fölé, helyezi tulajdonképpen. Tehát az én tudat, hogy én létezem. Ezek olyan egyszerű dolgok, de tessék azért ezeken majd elgondolkodni. Veteményezés közben már most nagyon a jó idő. Aztán az ember nem csak biológiai lény, nem csak társas lény, hanem kultúrlény is. Kettős értelemben kultúrát hozunk létre, és menet közben annak a fogyasztói leszünk. Hát most ez is egy nagy kérdés, erről meg megint egy következő előadásra lehetne beszélni, hogy ma a 21. században a kölyköknek mi milyen kultúrát hozunk létre. És milyen kultúrában kell élni, ugye? Ez is egy rendkívül fontos kérdés. Tehát az ember társas lény, alapvető létezési formája a család, a munkahely, az iskola, erről már elég sokat beszéltem önnek. Önöknek viszont egy dolgot, ezt a szót, hogy hospitalizmus, ezt azért szeretném kiemelni, ugye az ember társas lény. A pszichológusok, a pedagógusok gyakran használják ezt a kifejezést. Talán, ha valaki azt mondja, hogy ez hasonlít a hospital szóra, a kórház kifejezésre, akkor jó helyen járunk. Ugyanis pici babáknál, akiknél valamilyen betegség alakult ki, pici pár hetes, pár hónapos korban, és kénytelenek voltak elszakítani az édesanyjuktól, és kórházban hát, gyógyították őket, náluk jelentkeztek olyan rendellenességek, ez nem most történt, ez a 19. század, 20. század környékén, még akkor a tudományok, a pszichológia még nagyon nem volt fejlett, tehát még csak a, hogy a pszichológia a 19. század végén alakult ki a lélektan tulajdonképpen, akkor figyelték meg azt, hogy nem tudjuk mi történt, de mi lehet az oka annak, hogy ez a 3 hónapos gyerek elkezdett fogyni. Visszautasította a táplálékot, vagy rendszertelenül, folyamatosan sírt, kiabált, elkeseredett, jajok volt. Vagy egy idő után ezek a gyerekek ilyen apatikus állapotba kerültek, mintha, hát bocsánat, mintha bedolgoztak volna, ez a semmi nem számít, minden mindegy, tehát ilyen befelé fordulókká váltak. Na, hát ezt hívjuk hospitalizmusnak. Tehát amikor a közösségből kiszakítanak bennünket, az éltető közösségből, a családból, akkor az a gyerekek a másik ember életét fenekestül felborítja. Aztán ennek lehet tünete a körömrágás, a hajtépés, az agresszivitás, gyerekeknél visszahúzódás, beilleszkedési zavarok. De ne csak gyerekek köréből hozzunk példát. A hospitalizmus a felnőttek világában is megjelenik. Gondoljanak egy szeretett családtag elvesztésére. Napokig nem eszünk. Napokig kerüljük az emberek társaságát. Ugye ezt úgy hívják, hogy gyászmunka, ugye ezen is keresztül kell menni. Tehát igen, így vagyunk összerakva, hogy az ember társas lény, és ha itt valami rendellenességet tapasztalunk, akkor bizony, nagyon komoly problémákat okoz. És mivel mondtam önöknek, hogy sajnos Magyarországon túl magas a válások száma, nem csodálkozom rajta, hogy az iskolában ilyen erős lett az agresszivitás, a vandalizmus, az önpusztítás, a másiknak a pusztítása, illetve a másiknak a bántalmazása. Ugyanis mit csinál a gyerek ilyen helyzetben? Fel akarja hívni magára a figyelmet. A gyerek verbálisan, főleg kisgyermekkorban nem túl erős, ő nem tud az érzéseiről beszélni, ő a tetteivel hívja fel a figyelmet, hogy
figyeljetek ide rám, valami baj van. Segítségre szorulok, segítsetek rajta. Tehát ezek inkább ilyen jajkiáltások a gyerekek részéről. Az más kérdés, hogy egy, bocsánat, rossz pedagógus ilyenkor beír a gyerek ellenőrzőjébe. Tehát ezzel a legnagyobb kárt tudjuk okozni a gyereknél, ugye? Ahelyett, hogy leülnénk és beszélgetnénk már, hogy olyan furcsa vagy mostanában, miben segíthetek, mi történt veled, és általában a gyerekek ugye megnyilatkoznak. Tehát az emberi kapcsolat, azt mondjuk, hogy az ember-ember kapcsolat, az anya-gyermek kapcsolat, a szülő-gyermek kapcsolat, az ember kapcsolatokban bontakozik ki a lelke, a személyisége. Önmagunkat nem tudjuk kibontani, bocsánatot kérek. Persze, természetesen a személyiség fejlődésben magunk is szereplői vagyunk a történetnek, magunkon is múlik, hogy milyen emberek leszünk, de csak gondoljuk bele abba, hogy egy jó feleséget, ki tesz jó feleségé? A férje. A szülő ki teszi jó szülővé? A gyereke. A gyereke ki teszi jó gyereké? Szülő. Tehát pont fordítva működnek ezek, ugye? Tehát igen, az ember kapcsolatokban fejlődik, kapcsolatokban bontakozik. Hát kérem szépen, hogy gyorsan megnézzük a társas kapcsolatokat. Egy éves korban a gyerek már reagál a környezetére, az emberi kapcsolatokra. Egy év után a pici már interakcióban, nagyon erős interakcióban, kapcsolatban lép a szülőkkel, nagyszülőkkel. Óvodáskorban nagyon fontos még a felnőttek világa, de óvodáskor vége felé, 6 éves kor körül már a gyermeknek vannak önállósodási törekvései. Múltkor sétáltam a egyetemünk mellett van a mi gyakorló óvodánk, ahova hallgatók mennek gyakorolni, ahol foglalkoznak a gyerekekkel. Anyuka vitte be a 6 éves gyereket, és azt mondta, éppen ott haladtam az, hogy anyu, ne gyere be, olyan ciki. 3 évesen még bőv, hogy anyu maradj itt, meg gyere velem, meg ne hagyj itt, 6 évesen meg már ciki. Na most aztán kavaszkor meg még cikibb lesz, mert én is mikor mentünk sétálni, 13-es voltam, vagy 5 méter előtt mentem a szüleim előtt, vagy mögöttük mentem. Nehogy valaki meglásson a barátaim közül, mert azt mondják, hogy Istenem, ez a baba Lacika az anyukájával sétafikál, ugye? De valóban az óvodáskor ez egy nagyon komoly válasz. Aztán 6-10 éves korban már egyre inkább a kortársak játszák a főszerepet, és 15 éves kor után meg, mintha a gyerek otthon már süket fülek, már apa, anya, ne dumálj nekem, én már mindent tudok egyébként. Az én most 28 éves jogásznányom is azt mondta egyszer 14 évesen, hogy nem akarta menekedni valahova, vagy nem tudom, azt mondta nekem, apa, mit tudsz a világról? Hát mondtam neki, nem sokat, kislányom, nem sokat. Aztán ugye a barátságok, ugye, arról beszélünk, hogy az ember társaság, milyen fontosak a baráti kapcsolatok. 9-15 éves kor körül már egyfajta intimitás is jellemzi a baráti kapcsolatokat. Lányok olyan dolgokat meg tudnak beszélni, amit esetleg otthon az anyukájukkal nem mernek, ugye? Sőt, a baráti kapcsolatokban nagyon-nagyon fontos szerepeket sajátítunk el. Ugye azt mondtam, hogy a család alapsejt, de a barátok, a kortársak is fontosak, mert például egy fiúgyerek az udvarlás szerepét családban nem tudja elsajátítani. Ezért nem jó, ha egy szülő hosszú távon tiltja a gyereknek a barátait, a kortárs kapcsolatait. A kortársaknak is megvan a maga szerepe természetesen. Az más kérdés, hogy a gyerek keveredhet rossz társaságba, és már láttuk olyat, hogy tisztességes szülőknek 17 éves gyerekünk koporsója mellé kellett odállni, mert a gyerek elkezdett kábítószert szerezni. És mondjuk, amiről én most beszélek, ez egy orvos házaspár volt, tehát tanult okos emberek, és hát gyakorlatilag egyszer gyerekük lett, és ők is el kellett temetni. Pedig hát higgyék el, hogy megpróbáltak mindent megtenni, hogy ez ne így történjen, de hát ugye ez a rossz társaságba keveredett, tehát azért ezt nem tudjuk, ugye? Nem tudjuk, ugye? Nem tudjuk, azért az életünket előre így visszafelé értjük. Czeisel Endre professzor urat mindenki ismeri, ugye ő mondta, hogy az életünket magunk irányítjuk, meg a körülmények irányítják, meg a
barátaink, meg a kollégáink, meg a munkáink, de van egy ilyen faktor is, amit ő így hívott, hogy sorsfaktor. Tehát, hogy bizony az ember életében a sorsnak, a gondviselésnek is biztos, hogy nagyon komoly szerepe van. Itt van a csoportfejlődésnek a különböző fázisai, elnézést az angol kifejezését. A csoport az mindig először alakul, viharzik. Nézzük meg a Pál utcai fiúkat, ami klasszikus regény, mindenki főnök akar lenni. Aztán kialakulnak a normák, a csoportnormák, mintegylet, szabályrendszer. Aztán a csoport működik, és hát sajnos a csoportok általában hát, ugye, meg is szűnhetnek. Az is nagyon érdekes, hogy miért kellene nekünk a kapcsolatok? Festinger azt mondja, azért is kellene nekünk az emberi kapcsolatok, a barátok, mert ezáltal tudjuk összemérni magunkat a másikkal, a többiekkel. Tehát egy ilyen viszonyítási pont. Miben vagyok jobb, miben vagyok gyengébb, miben kell fejlődnöm, vagyis a barátaimnak köszönhetem, meg a kollégáimnak, hogy kialakul egy pozitív önértékelés benne. Miért is kell odafigyelnünk a barátainkra, a másik emberre? Azért, ez is pszichológia, mert énlátásunk torzít. Ez tudják, mit jelent? Hát én vagyok a legszebb, én vagyok a legokosabb, én vagyok a legszentebb gyerek, a legaranyosabb, a legszerethetőbb. És a szülők is ilyet gondolják a saját gyerekükről, és milyen nehezen éljük meg, amikor a pedagógus egy kicsit másképp gondolkodik a mi gyerekünkről, ugye? Mert elfogultak vagyunk a gyerekeinkkel kapcsolatban is, meg magunkkal kapcsolatban is. Tehát torzít az én látásunk. Ez nem lenne baj, egy ideig ez elfogadható, de azért felnőtt korban már ez nem működik. Ismerik azt a mondást, hogy saját szemében még a gerendát se veszi, és a másikében meg a szálkát is észreveszi. Hát kérem szépen, ez tipikus példa. Azért azon el kell gondolkodni, hogy a pedagógusok 74%-a, kétharmada úgy ítéli meg, hogy a gyerekek fizikai, mentális és erkölcsi jellemzői ma lényegesen rosszabbak, mint 30-40-50 évvel ezelőtt. Lényegesen. Amiről az elején beszéltem, hogy a minőségi romlás. Tehát azért ellen kell állnunk a gonosznak, a kísértésnek, digitalizáció ide meg oda, vissza kellene hoznunk sok esetben a régi családbeli életmódbeli formákat, amiről beszéltünk, a közösségi lét és a közösségi élmény. Civilizáció. Amikor meghalljuk ezt a szót, még azért teszünk, hogy fejlődés. A civilizált emberiség, a civilizált 20.-21. századi emberiség. Amiről beszéltem az elején, hogy mintha hanyatlana az ember. A civilizált ember mintha hanyatlást mutatna, tehát nem olyan egyértelmű, tehát a tudományok fejlődnek, egyre többet tudunk a világról. Hasonlítsuk össze, hogy ma milyen gyógyszerekkel gyógyítják az embert, és milyen gyógyszerekkel gyógyítottak 30-40-50 évvel ezelőtt, egy toronyba bele lehetett halni. Ma pedig olyan intelligens gyógyszereink vannak, hogy csak álmodunk-bámulunk az orvostudományon. Ez az egyik oldal. Másik oldal, hogy pedig az, hogy nem biztos, hogy a tudásunkat csak a jó érdekében használjuk fel. Mert ha csak a jó érdekében használnánk fel, akkor nem lenne háború a Földön, nem pusztítanánk a környezetünket, nem szennyeznénk a folyókat, a tavakat, nem beszélhetnénk biológiai, környezeti és lelki környezetszennyezésről, mert ugye a lelki környezetszennyezés is sajnos jelen van, szennyezzük magunkat, a másik embert lelkileg, pszichésen, bántalmazás. Tehát ezek nagyon komoly hát, filozófiai kérdések. Azt szeretném csak mondani, hogy Konrád Lorenz, aki etológus volt, nagyon-nagyon régen írt egy cikket, az a címe, a civilizált emberiség 8 halálos bűne. Ő volt az, amikor kikeltek a kiskacsák, őt követték. Ezért dolgozta ki a lenyomat, az agyi lenyomat, az imprinting elméletét. De Konrád Lorenz nem csak arról híres, hanem nézzük meg, nagyon-nagyon régen, mit mondott, milyen veszélyekkel fog az emberiség szembenézni, és mondják hangos igennel vagy nem, hogy bejött-e neki. Túlnépesedés, túl szűk térben élünk. Igen, emberek leélik,
lakótelepen, 9. emeleten, 38 négyzetméteren az életüket, pedig tudjuk, hogy a szűk tér a leginkább az agresszivitás táplálja. Nem véletlenül pofoszkodnak többet az emberek lakótelepi lakásban, mint falun. Egyébként is falun az azt, hogy van hová szaladjon, ugye? Lakótelepi lakásban nem látom. Az életér elpusztítása bejött neki? Sajnos, sajnos. Versenyfutás önmagunkkal. Ha-ha, miért halunk meg ennyire szívinfarktusban? Miért háromszorozódott meg a férfiak szívhalandósága az elmúlt 50 évben? Teljesítménykényszer, megfelelés. Mindig meg akarunk valakinek felelni. Érzelmek fagyhalála. Bejött neki? Bizony, bizony. Genetikai hanyatlás. Bejött. Tradíció lerombolása. Miről szól a karácsony? Miről szól a húsvét? Miről szól a advent? Money, money, money. Shopping, shopping, shopping. Dogmák ereje, manipuláció. Bejött neki? Reklámok. Nincs olyan nap, hogy valaki ne hívna föl, hogy vegyek valami vitamint, vagy valami gyógyító, nem tudom milyen füveket, meg párnát, meg vissza-vissza gólya, csak két dobozzal vegyek 30 000-ért, aztán úgy meg fogok fiatalodni, hogy elég lesz a feleségemnek a baja vele. És az atomfegyverek, a 8. Bejött neki? Igen. Sőt, most már ugye biológiai fegyverekről is kell beszélnünk. Elég lenne egy bolond ember egy laboratóriumban, ha kinyitna egy kapszulát, millió ember halna meg a másodpercek töredék alatt. Na, nem akarok ilyen mély depresszív hangulatot teremteni itt a végén, de sajnos mondhatjuk azt, hogy korábban ez egyfajta Nostradamus volt, jóslatokat fogalmazok meg, és azt gondolom, hogy sajnos ez az irány, próbáljuk meg tenni ellene. És hogy a környezethez az ember mennyire tud alkalmazkodni, így a végén hadd mondjam, hogy mutassam önöknek Kamala és Amala történetét, ez 1920-as években történt, ekkor fogták el a helyi lakosok a két farkas gyermeket, Kamalát és Amalát, Kalkutától nyugatra, egy termeszvár közelében, egy színnevű anglikán misszionáris találta meg őket, és az anyafarkas lelőtték, a lányokat elvitték, Kamala és Amala nevet adták nekik, 8 és 2 éves körüli életkorban lehettek, amikor megtalálták őket, és Szint, ez a szerzetes, amikor meglátta őket, akkor arról számol meg, hogy a gyerekek állkapcsa eltorzult, a fülük megnyúlt, a szemük világított a sötétben, mint a kutyáké vagy a macskáké. Magyarul az ember képes alkalmazkodni, adaptálódni a környezetéhez. Amala a következő évben meghalt, Kamala viszont 1929-ben, tehát még 9 évet élt, és nézzék csak meg, megint csak alkalmazkodott a megváltozott körülményekhez, felegyenesedett, és még körülbelül 50 szót el is sajátított. Ebből az következik, még ha ez a példa szélsőségese, nem mindegy, milyen környezetben nőnek fel a gyermekek. Mert kiszolgáltatottak. Hát ugye, ezt már talán ismerik, hogy ez hiányzik ma az életünkből, ezek a komplex térfigyelő rendszerek. Én ezt hiányolom leginkább, a kontrollt. Nincs kontroll, a gyerekeink kontroll nélkül nőnek fel, ez nagy baj. És néha maga a szülő mondja azt a gyerekének, hogy menj a szobádba, csinálj valamit, mert nem érek rá. És ha ember-ember kapcsolat, ha társas lény, akkor hogy éljük meg az emberi kapcsolatainkat? A kommunikáció mentén, ahogy beszélünk. Nagyon gyorsan, 3 nagyon fontos jó tanács. Nem lehet nem kommunikálni. Még a csend is üzen. Tehát amikor a feleségem azt mondja, Laci, most egy hétig nem szólok hozzád, ez is üzenet? Azt nem tudja, hogy néha ennek én örülök. Jézus már egy kis csend lesz, jaj, de jó. Na de, szóval viccet félretéve a csend is kommunikál. Sőt, sokszor a csendnek mélyebb üzenete van, mintha elkezdenénk kiabálni a házastársunkkal. És nagyon tud fájni is egyébként, igaz, uraim? Így van.
Aztán nem az a kommunikáció, amit te mondasz, hanem amit az általad elmondott, abból a másik megért és megérez. Sokszor mondjuk, hogy 100-szor elmondtam, drágám. Még mindig nem érti. Lehet, hogy 100 egyszer is el kell mondani. A másik pedig, a harmadik szabály, a kommunikációnak mindig két síkja van. Van az üzenet, amit közlök. Szép napom van ma. A másik, az érzelmi viszony, a köztünk lévő érzelmi viszony. Gyakran van velünk, hogy azt mondjuk a másiknak, mit akarsz ezzel mondani, pedig magyarul mondta. Igen, meg is értettük, mert a magyar nyelv szabályai szerint mondta, de mire vagyok kíváncsiak? Mire gondolt a közben? Egyszer, nem egyszer, sokszor. Hazamentem, előbb hazaértem, mint a feleségem, elmosogattam. A feleségem hazajött, mondtam neki, elmosogattam. Csipőretette a kezét, és azt mondta, azt akarod mondani, koszos apanyám? Értik, ugye? Rossz hangulatban volt, összeveszett a főnökével, és ebből az üzenetből, amit én mondtam, a tárgyi üzenetből, ő valami mást csinált. Mert hogy rossz állapotban volt. És akkor mondtam, hogy nem azt akartam mondani, csak közölni akartam veled, hogy elmosogattam, hogy a búsimat simogass meg. Azt utána elnézést kért, mert észrevett, hogy hoppá, ezt úgy hívják, hogy kommunikációs zavar. Nagyon-nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, amit mondunk, és ahogyan mondjuk, amit értünk alatta, ugye? Tehát a tiszta, hiteles kommunikációnak nagyon fontos szerepe van. Hát kérem szépen, az ember-ember kapcsolat nagyon fontos, az élet túl rövid. Ahhoz, hogy szomorúak legyünk, hogy pusztítsuk a kapcsolatainkat, inkább építsük a kapcsolatainkat. Szeresd, aki veled van, szeresd, ami veled van. Bocsáss meg önmagadnak, tudj megbocsátani a másiknak, tanulj a hibáiból. Tehát az élet túl rövid, és ahhoz is túl rövid, hogy rossz bort ígyunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönöm szépen! De nem osszánk meg még 3 perc, mert hogy ugye gyerekekről beszélünk, emberi kapcsolatokról, és azt mondtam önöknek, hogy az egyik legszentebb kapcsolat, emberi kapcsolat, közösség a család. És a legszentebb dolog a családban a szeretet, a szerelem. Megkérdeztek gyerekeket, pici gyerekeket, óvodás és alsótagozatos gyerekeket, hogy mit gondolnak a családról, mit gondolnak a szeretetről, a szerelemről. Én mindig azt mondom önöknek, hogy a gyerekek olyan bölcsek. Gondoljanak önök is az óvodás iskolás unokáikra, milyen bölcsesség van bennük, és sokszor valljuk be őszintén, hogy bölcsebben látják a világot, mint a felnőttebbek, és fantasztikus dolguk van, és olyan szépen tudnak. Néha nekünk kell, én megmondom őszintén, én tőlük nagyon sokat tanulok, a gyerekektől. Mikor megérkeznek az óvodában, és egymás, gyere Pisti, már úgy vártunk, alig vártunk, hogy gyere, építsünk együtt. És a lányok meg keverik a pisakását ott a kis babakonyhába, mert jön az apjuk haza a munkától, és ugye másolják le az anyukájukat. Hova lesz ez? Ugye? Mire felnőtté válok, hol van? Mert hogy a gyerekek világ, ez egy csodálatos világ, ez valami elromlik. Hát próbáljuk meg törekedni arra, hogy ne romoljon el. No, szóval akkor befejezésképpen szép estét kívánok önöknek, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy újra itt lehettem, és akkor hallgassuk meg néhány kisgyereket, hogy hogy is nyilatkoznak a családról. Azt mondja egy 9 éves kislány, egy család úgy lesz, hogy mennek az emberek az utcán, jegesen járta, egy fiatal nő elesik, és egy fiatal férfi felsegíti. Megismerkednek, barátok lesznek, és egy pár hónap múlva meg szeretik egymást, és meg is házasodnak. Egy Ádám nevű kisfiú, 9 éves, egy férfi és egy nő találkozik a mulatóban. A gyerekek válaszaiból lehet következtetni a család életére. Megszeretik egymást, együtt laknak. Ha jobban tetszik neki, mint a többi nő, és mint szorgalmas is, hát akkor elveszi feleségét. Egy 11 éves kislány. Egy férfi meglát egy lányt, és megszólítják egymást. A lány szép,
okos, karcsú és házias. A férfi meg csinos, jól öltözött, munkára termett. Szívbéli társak lesznek, mindig egymás mellé fekszenek, mindig egymásba lesznek burkolózva. Olyan meleg van, hogy nincs kedvük ruhát venni. Élnek, érdekélnek, és olyan nagy a szerelem, hogy a fiú megcsókolja a lányt, ő pedig rögtön elpirul. Milyen szépen, ennél szeretne megfogalmazni két emberi kapcsolatot egy egyetemi professzor sem tudná. Igaz? Következő, 10 éves fiú. Az emberek azért házasodnak, mert szerelmesek lettek, vagy az egyik házastárs öröksége miatt. Passz! Tamás, 10 éves. A férfi és a nő közötti kapcsolat az a szerelem. Amennyiben testi szerelmet is végeznek, ez akár házassághoz is vezethet. Zoltán, 7 éves. Hát én úgy lettem, hogy az apukám nagyon vágyott egy gyerekre, de egy papának nem lehet gyereke. Ezért elkezdett keresni egy mamát. Egy jó nagy mellű nőt keresett magának, mert tudjátok, a mamának kell a nagy mell, mert azon szoktatják a kiskapályokat. Egy 10 éves kislány. A szerelem olyan érzés, ami vagy jól, vagy rosszul érző. Károly, 9 éves. Szerintem a gyerek egy szerelemből születik, egyik estén megtörténik a dolog. Ehhez szerintem nagy bátorság kell. Máté, 7 éves. A kisbaba egy burokban van az anya hasában, és szerintem ott jobb dolga van, mint nekem az iskolán. Hoppá, szorongó gyerek, nem szereti az iskolát. Marci, 7 éves. A kisbaba legtöbbször az anya tejét issza, ilyenkor a csecsemőt odafektetik az anya melléhez, aki saját maga szívja ki a tejet. Amikor pedig elég neki a tej, üzeni a mellnek, köszönöm a tejet. Krisztián, 7 éves. Szerintem az apuka az úr a családban, mert ő a leghangosabb, ő tud a legjobban kiabálni. Az anyu csak a helyettese. Pál, 11 éves, azt kívánom a mamának, hogy amikor megkapja a fizetését, mindig 1000 forinttal többet kapja. Ez jutott eszébe gyerekek a családról és a szeretetről. Utolsó, 13 éves kislány, ez meg szerintem valami csoda, ahogy ő az élet értelmét és a családot és a boldogságot leírja, szerintem genetikus lesz belőle. Én azért szeretnék gyereket, mert azután majd belőle is felnőtt lesz. Megszeret valakit, és neki is lesz utódja. És ez így egy állandó körforgás. És az élet így soha nem áll meg. És ha meghalok, azért utánam is lesz valakiben egy kicsit belőle. Köszönöm szépen, szép estét!